ugye virtuális sétán körbejárjuk Velencét, megismerkedünk lépületeivel, a hagyományaival, majd se ők illetve újraélni a hagyományaival. Elekes Attila grafikus művész fotóin keresztül ismerhették meg először a lagúnák városát, a Győri Polgári Szalon májusi találkozóján megjelentek. Szigeti Gábor házigazda ezúttal nem kimondottan a színház világában kalandozott, kedden ugyanis a meghívott vendégek segítségével Velencében tehettek virtuális utazást a résztvevők. Dr. Somogyi Tivadar, városunk alpolgármestere is elfogadta a meghívást, aki szívesen összehasonlította Győrt Velencével. Nagyon nehéz párhuzamot vonni, talán ami párhuzamot most tudok vonni, ami az elmúlt időszakban Győrre kezd jellemző lenni, hogy az emberek kimennek az utcára, élnek kinn az utcán, sétálnak, beszélgetnek. Hát ezt Velencében minden nap és minden utcasarkon szinte lehet látni. A tereken sétálnak a népek. Velence él. Aggódni felesleges, csak magasan víz. Az aqua alta. Szigeti Gábor saját művéből olvasott fel részleteket, így elevenítve fel Velence szépségeit. Kovács István borász, világjárt koncertzongorista szerint azonban Győr hasonlóan felejthetetlen élményeket nyújt, mint az olasz város. Győrt egyszerűen nem lehet elfelejteni. Én mostan nagyon büszkén jelenthetem, hogy most már másodszor vagyok ezen a rangos rendezvényen. Most meghívottként vagyok újra itt. Kedves régi barátom Tivadar Győr alpolgármestere külön kérésére jöttem el, és a legnagyobb örömmel vagyok itt a boraimmal, és a zongora játékomban megpróbálom öregbíteni ennek a szép városnak a jó hírét a tevékenységemen keresztül. Ha kíváncsi a színvonalas szalonest további részleteire, akkor híradónk után tartson a kultórával, melyben hosszabb összeállítást láthatnak a rendezvényről.